Március 19-én megkezdődött az M3-as autópálya újfehértói csomópontjától Nyilbátor Gyulai utca vasútátjáróig tartó út felújítása. A terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően közel 3 hónap alatt mintegy 10,2 kilométeres szakaszon történik aszfaltozás. A Nyilbátor ipari park teljesítményének köszönhetően jelentősen megnőtt a személy, illetve a teherforgalom a 4105-ös számú főúton, ezt már Becsei György, Nyír Gyulai polgármestere mondta. Azért nagyon fontos ez a beruházás, mert Nyír-Gyulai község, illetve a Nyír-Gyulai községen átvezető 4105-ös jelű út egy átlagos közlekedési útnak volt nevezhető egészen 2013. februárjáig, amikor is megnyílt, illetve forgalomba helyezték az M3-as autópálya Ófehértói csomópontját. A település polgármestere hozzátette, a 2016-os statisztikák szerint a napi gépjárműforgalom az ötszörösére emelkedett az útszakaszon, így a személy- és tehergépjárműforgalom elérte a napi 2400-as értéket. A település országgyűlési képviselője elmondta, a közeljövőben számos beruházás megvalósulása várható Nyír-Gyulajon és a környező településeken. A 4105-ös számút, amin éppen állunk, a meleg aszfalton, ez 820 millió forintba került, és a megyei operatív program, magyarul a TOP pályázat jóvoltából valósul most meg. Ez közútfejlesztési programokra 2,7 milliárdot irányzott elő ez a program, és ennek egyik részét képezi ez a most megvalósítandó útszakasz felújítás. Danku Csaba helyettes államtitkár kiemelte, április 8-a egy sorsdöntő dátum lesz a magyarok életében és a gazdaság továbbfejlődésében. Most a Nyírbátor és térség egyik fontos útszakaszának felújításán járunk, amely kiemelt szerepet játszik a térség életében, a térség gazdasági fejlődésében. Azonban ahhoz, hogy az előbbiekben említett ágazatok és területek fejlesztése az a továbbiakban is megvalósulhasson, ahhoz arra van szükség, hogy a jelenlegi kormány, az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormány 2018 áprilisát követően is tovább folytathassa a munkáját. Nyír-Gyulai és térségében az elkövetkezendő 2 évben belvízelvezető rendszerek kiépítése és iskolaenergetikai fejlesztések is szerepelnek.